Sziasztok! Egy újabb drónt kaptunk a droneshop.hu-tól, és ha már droneshop.hu mielőtt belevágnánk a mai videóba, egy érdekességet szeretnék uh, megosztani. A mai világban az, hogyha valamelyik bolt, vagy valaki jót tesz, az hát nem meglepő, de hogy egy kicsit furcsa. És így volt ez most is, mert hogy uh, egy pár hete kaptam egy érdekes üzenetet, illetve a Drónhengeri társalgó Facebook csoportba is beírt a az ügyfél, hogy ő rendelt a dronshop.hu-tól, és hogy az az adott termék, ami nem volt, vagyis hogy amit rendelt, az éppen akkor nem volt készleten, és hogy ezért felajánlotta a cég, hogy ő addig a demó darabot elküldi nekik, és amint megjön a saját, nem tudja a rendelt termék, akkor ezt kicserélik. És írt nekem az ügyfél, illetve a csoportba is, hogy ez, hogy ez valós, hogy ez, hogy ez nem átverés. Abszolút megértem, mert hogy azért ilyen nem nagyon szokott lenni, de egy valami nagyon fontos, hogy akiktől mi drónt kapunk, tehát a, például ugye jelen esetben ugye a droneshop.hu, a MyActionCam, a Unique UAV, bár ott ugye a Unik most egy kicsit csöndben van egy pár éve sajnos, a Hobby City és minden egyéb dolog, akikkel találkozunk. Ugye ha nem drónról van szó, hanem oktatásról, a légtér.hu, az UAS Hungary, tehát hogy ezek mind nyugodtan megbízható partnerek, tehát hogy nem kell félni, Tudom, a mai világban ez nagyon meglepő. Valószínűleg mindenkinek van, vagyis hogy nem mindenkinek, de biztos vannak olyan ö, ügyfelek, akik, ö, hogy is mondjam, negatívat tapasztaltak, akár a drone val akár a, a, a hobby city-vel, vagy ne isten, akár ugye a myexcentive Tehát olyat nem lehet alkotni, hogy valami százszázalékos. Például, lásd itt vannak a videóink is. Tehát, hogy ö, mindenki Mármint, hogy ilyen 90%-ban azt kell, hogy mondjam, szerencsére mindenkinek tetszenek a videók, de mindig van egy olyan valaki, akinek mondjuk nem tetszett a, nem tudom, a beszéd, a világítás, a hang, a tök mindegy, bármi. Tehát, hogy ö, teljesen százalékos dolgot nem lehet alkotni. Úgyhogy ne lepődjetek meg, hogyha esetleg valamelyik cég egy kicsit, hogy is mondjam, túl kedves veletek. Ezért választottuk őket annak idején partnernek, nyugodtan, tehát akiknek a logóját látjátok itt a felső sarkokban, nem, ebbe a sarokban miénket látjuk, általában ebbe szoktátok ugye a partnernek a logóját, kivéve mikor ugye az unboxing videó van, mert akkor itt a polcom, szóval, hogy akiknek itt van, vagy a leírásban megtaláljátok a linkét, azokat nyugodtan válasszátok. Na de, hogy mit küldött nekünk a droneshop.hu, az pedig nem más, mint a kis autelnek a középső tesója. Tehát, hogy ez nem más, mint az Autel Evo Light Plus. Megmondom őszintén, nagyon érdekes, és nagyon csípem mostanában az Autelt, hogy szimpatikus drónokat gyártanak. Sajnos itt ugye az idővel ők is egy kicsit elhúzták ezt a dolgot, mert hogy ez a gép is például, amit most láttok, ezt valamikor tavaly novemberben jelentette be a cég, és láthatjátok, hogy most már április van, mire ti látjátok ezt a videót, és nagyjából egy hete azt hiszem, hogy megkapta a dronshop.hu az első szállítmányt, holott ők még anno megrendelték ezeket a dolgokat, úgyhogy itt is nem tudom, hogy chip hiány, meg egy kis applikáció, meg egy kis szoftveres dolog, tehát nem könnyű a gyártás, bárki mond, tehát nem csak egy négy motorból áll, ami forog, és felrakunk rá egy kamerát. Szóval most itt van nekünk ez a Light Plus. Ebből is, megmondom egészen pontosan, hogy a White Blanco verzió, ami azt jelenti, hogy fehér-szürke, de nézzük is meg, hogy mit rejt a doboz. Éme, a kis csomagunk belső tartalma. Nagyon szép minőségi kis táska van rajta, fogantyú rajta, hogy Outer Robotics, föl lehet agasztani vára. ő őszintén, kicsit ö, nagyobb, mint például a ö, Mavic 2-es zsák, nem tudom mennyire emlékszetek rá, szóval, hogy annál egy picivel nagyobb, de nagyon jó minőségű. Viszont, hogy ne a táska legyen a lényeg, nézzük, mit rejt a csomagunk. Van nekünk itt egy eszesszori, kiegészítőnk, van egy töltőhábunk, mert hogy ez a Light Plus Premium Bundle, ami azt jelenti, hogy kvázi Flymore Combo csomag, tehát ugye hogy több akkumulátor, táska, minden egyéb dolog. Benne van a már megismert kis új távirányító, amit a Light Plus ö, esetén bemutattam nektek, és most jön az érdekesség, hogy fehér. Ezt még egy kicsit szokni kell, de majd mindjárt megnézzük, mert hogy ugye, ahogy említettem, hogy ez nem egy narancssárga Evo. Ö, van még itt benne töltő, minden egyéb fél kábelek, ezeket most nem pakolnám ki, és itt a drón. Nagyon érdekes. Lerakom addig ide a táskát. Szóval a távirányító az ugyanaz, mint a kis Light Plus esetén. Ez egy teljesen zsírúj szett, még itt a matrica be se volt kapcsolva, fel se volt öltve. Itt van hátulján a matrica, mutatja, hogy itt két darab szellőző nyílás található, ahol tolja ki fel a levegőt. Középpen az USB-c-vel lehet csatlakozni a Telefonhoz itt alul szintén USB-C-vel lehet tölteni, azon kívül megmondom őszintén nekem tetszik, tehát hogy a múltkorival is nagyon hát viszonylag sokat repkedtem, de hogy így tetszik itt a ilyen Xboxos a kialakítása, és a széle itt ilyen, ilyen redős, hogy ne csusszan a kezünk, ez, ez tök szimpatikus. Azon kívül, amúgy abszolút nincs túl bonyolítva. itt fölül van egy kis tárcsa, amivel szokás szerint ugye a gimbal tudjuk lefelé bólintani. Rajta van a két stickünk, itt van fölül egy FN gombunk, ami programozható, attól függ, hogy milyen gépet ö, irányítunk. Fölül van egy fotó, illetve egy videó elsütő gombocska, elől pedig található a szokásos kis házikó, ugye a gyere haza, egy bekapcsoló, és van egy pauz gombunk, hogy az okos funkciók közben bármikor meg tudjuk állítani ezt a drónt. Ahogy említettem, ezt itt ekkorállal el lehet kihúzni, ez nagyjából egy ilyen, hát egy ilyen iPhone 13 Pro Max, meg egy 21 Ultra és hasonlók, amik beleférnek, ami nagyon szimpatikus volt a kis light esetén is, az pedig nem más, mint a kapcsolati rendszer. Olyan minőségű élőképet produkált legalábbis az a kis pici gép, hogy... Ilyet még, megmondom őszintén, DJI-tól sem láttam. Tehát annyira szép volt, annyira éles, és annyira tiszta volt a telefonom, az élőkép, hogy kvázi, mintha a 4 k videót néztem volna vissza. Nagyon jó volt. Kíváncsi vagyok, hogy ez is mit fog tudni, de hát valószínűleg ugyanezt fogja produkálni. És ami jön, az pedig nem más, mint az Autel EvoLite Plus. Nagyon érdekes, még nagyon szoknom kell, még rajta van a mindegyik matrica, meg csak annyit csináltam, hogy lehúztam a forgószárnyakról a, a fóliát. Szóval, hogy ez Ez fehér és szürke. Megmondom őszintén, hogy ezt ö, nagyon fura. Tehát, hogy ugye a narancsárga szín volt eddig, eddig ugye az Autel cégnek a, hát kvázi védjegye, és most ugye, hát nem tudom. Én úgy gondolnám, hogy, tehát egy ezt így felhasználói szempontból nagyon jó, hogy ilyet csinálnak, viszont ha egy kicsit szerviz szempontból nézzük, akkor hát gyakorlatilag ez egy tökön szúrás magyarán, mert hogy ha követtétek, ugye csináltak négy gépet. Ugye van Autel Nano Light? van, nem, van Autel Evo Nano, van Autel Evo Nano Plus, van Autel Evo Lite, van Autel Evo Lite Plus. Tehát gyakorlatilag négy gépről beszélünk, ezek nagyjából igazándiból, mármint hogy a Lighton belül is, illetve a Nanon belül is ugye kamerában különböznek leginkább, tehát hogy a többi az ugyanaz, de akkor is végül is két kamerát kellett ö, gyártani. Ami viszont, ö, amiért mondtam, hogy tökön szúrás, mert hogy a Lightból, nem, a Nanoból négyféle szín van. Van a tipikus narancssárga Evo, van egy piros evó, van ez a fehér-szürke EVO, és abból van egy fekete-sárga Evó. A Lightból van ez a fehér-szürke EVO, van a narancs EVO, és van a tiszta-szürke vagy tiszta-fekete Evó. Tehát ebből nincs a piros. Tehát, hogy gyakorlatilag ö, 8, vagyis hogy 7 féle gép, hogyha azt nézzük. És hogy ez a, ugye miért rossz? Mert, hogyha itt valami sérül, tehát egy láb, egy test, egy bármi, akkor ugye van fehér, van piros, van fekete, van sárga, és ez négyszer annyi alkatrész. Tehát, hogy uh, a design amúgy nekem tetszik, az is jó, hogy van választási lehetőséged, de hogy a szerviz szempontjából ennyi alkatrészt tartani, az azért egy nem semmi dolog, tehát egy kihívás. Na de, nézzük meg magát a gépet. Ugyanaz a forma, mint a nagy evo, ugyanaz a forma, mint a kicsi evo, csak egy kicsivel nagyobb. Megmondom őszintén, ugye ezt én úgy gondoltam, hogy a Mavic r 2 es szériának, hát nem azt mondom, hogy ellenfelének, de hogy alternatívának szállják. Viszont van egy nagyon fontos különbség, a, ami igazándiból jogszabály ügyileg már nagyjából mindegy is, mert hogy ha majd egyszer, ugye most már megint eltolták, tehát 2024 lesz az az időpont január 1 -e, tehát kvázi még van egy 20 hónapunk, mire kötelező az, hogy C minősítést kapjanak ezek a gépek. És utána lépünk ki elméletileg ebből az átmeneti időszakból, amikor a A1 kategória az 250 g lesz, a következő, tehát ugye a C2-es drónok, ott pedig ugye 900 g lesz majd. És ugye a Mavic Air 2 az 595 g, tehát Na, gyakorlatilag ugye C2-es papírt kell neki kapni. És azt hittem, hogy ez is az. De képzeljétek el, hogy ez a drón 895 gram, Tehát, hogy inkább egy Mavic 3 súlyába van ez a gép. Tehát, hogy nehezebb. Tehát nem 500 vagy 600 gram, hanem 900 gram, Tehát egy 30 dekával nehezebb. És ami miatt még fölveti a harcot bármivel, az pedig nem más, mint itt az elején. Ez a kamera. Mert hogy ez egy 6K-s, egyincses szenzorral ellátott uh, kamera, és f 28 tól f F11-ig állítható a rekesz. Ugye ez az, amit említettem nektek egy videóban, hogy a DJI-nál most egy kicsit túl nagy lett a gépek közötti szakadék, mert hogyha az R2-esnél van ugye egy egyszoros szenzorunk, viszont nincsen állítható rekeszünk. Tehát ott egy fix van. És hogyha valaki ugye fotósként akár, akár ö, vagy bárhogy akar állítani rekeszt, akkor ott ugye egy Mavic 3-at kell kvázi megszerezni. Viszont ott meg már négy harmados szenzor van, és ott egy ilyen premium bundle, vagyis ugye Flymore Combo set 1,1 millió forint. Úgyhogy az ott egy kicsit nagy. És erre az űrre itt van tökéletes például ez a kis gép. Mert hogy 6K, tehát arra nagyon kíváncsi leszek, 6K 30fps-es videót tudna úgy majd készíteni, erre megmondom őszintén kíváncsi leszek, hogy mit fog tudni. De az, hogy van egy incs, és van állítható szenzorunk, a gépbe, ha már szenzor van, első szenzor, van hátsó szenzor, és vannak alsó szenzorok, ultrahangos szenzor, kamera alapú szenzor, van benne LED is a leszálláshoz, tehát, hogy tökéletes lehet, az R2-es és mondjuk egy Mavic 3 közé, mert ugye a Mavic 2 az már nem nagyon van, még egy-két helyen lehet, hogy kaptok, de igazándiból nagyon régóta hiányzik. Tehát, hogyha valaki egy olyan gépet szeretett volna, mint a Mavic 2, tehát, hogy állítható rekesz, egyszolos szenzor, stabilan repül, sokat repül, sokat repül, jut eszembe. Másik furcsaság, hogy ha ezt az akkumulátor, ugye, lejön így a teteje. Tehát ugye az autelekbe, még a picibe is így be kellett uh, helyezni úgymond az akkumulátort, itt pedig kvázi az egész teteje egy akkumulátor. Uh, 40 perc repülési időt említenek ezzel az akkumulátorral, tehát hogy egész szépen fog teljesíteni, úgyhogy ez egy ideális alternatíva abba az űrbe, amit esetleg egy fotós vagy egy videós keres magának, hogyha nem feltétlenül akar egy Mavic 3-ot megvenni. De. Ugye ehhez az is kell, hogy szépen repüljön, jó videót készítsen, jó fotót készítsen. Ha már fotóról beszélünk, ugye nem, remélem megnéztétek a kis mininek a első repüléses videóját, ott ugye lila foltok voltak a, a jépek fotón, a DNG-n, nem? Nyugi, ezt már azóta javította is a gyártó egy szoftveres update-tel, úgyhogy most már tökéletes fotót készít a kis Nano Plus is, illetve a panoráma funkciónál sem veszik el az élőkép. Ami még ugye nincsen, az a ActiveTrack 2.1. Úgyhogy ha nem, fele, nem szeretnétek lemaradni se ennek a gépnek a repüléséről, sem a kis Plus-nak, mert hogy még lesz repülése, sőt egyszerre majd elhozom nektek a két videót is, és hát lassan, sőt, hát nem lassan, április van, úgyhogy ö, jön elméletileg a Mini 3, vagy hát azt plegykálták. Szóval, hogy nagyon érdekes és izgalmas április és májusunk lesz, úgyhogy ne felejtsetek el ö, feliratkozni, nyomjátok meg a kis csengőt, hogy kapjatok értesítést a videókról, és akkor tudja, hogy nem fogtok lemaradni. Tudtok pólókat rendelni a dronehangeri.pólomania.hu weboldalon, úgyhogy mindenféleképpen megéri velünk tartani. Ezeket a drónokat pedig a droneshop.hu weboldalon megtaláljátok, de berakom a linkbe a leírást is. Pár nap múlva jön a következő videó. Sziasztok!